Köszönöm szépen, Attila. Timár Anetta vagyok, én fogom kezdeni. Nem tudom, hogy látszik-e az én képernyőm, amit megosztottam az NKP főoldala. Erre szeretnék csak egy visszajelzést kérni. Tehát igen, találkoztunk már korábban is, ez a harmadik webinárium, ahogy az Attila mondta, egy icipicit összefoglalom, hogy eddig miről volt szó, és aztán átadom a kolléganőmnek, Törőcsik Katának a szót, és akkor ő fogja bemutatni a feladatkészítést. Tehát az első webinárium témája maga a Nemzeti Köznevelési Portál volt, ahol megmutattam, hogy 79 tankönyv érhető el jelen pillanatban, megmutogattam, hogy hogyan kell kiválasztani ezeket a tankönyveket, hogy rákattintással egyszerűen oda tudunk jutni a tankönyvhöz. Elmondtam, hogy ezek a tankönyvek ugye az OFI tankönyvei teljes mértékben feldolgozva és digitális kiegészítőkkel kiegészítve. Ezek a digitális kiegészítők lehetnek ugye az okos feladatok, különböző animációk 2D-ben, 3D-ben, lehetnek szimulációk, és lehetnek interaktív térképek. Nagyon sok apró kis nüansz van elrejtve itt az oldalunkon, ezeket megpróbáltam megmutatni mind az első webináriumon. A második webináriumon segítségül hívtam Gábor Bélát, aki a fejlesztés vezetője és a rendszer kitalálója, azért, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan lehet erre az oldalra regisztrálni, és hogyan lehet tanulócsoportokat létrehozni. Ugye a regisztrációt azt megmutattuk, az egy nagyon egyszerű e-mailes regisztráció, vagy lehet Facebookos regisztráció is, és aztán utána a saját oldalunkon a tanulócsoportunkhoz tudunk csatlakozni. Mi akkor Bélával létrehoztuk az 5. B-nek a tátosok csoportját, és Béla megmutogatta, hogy ő, mint tanár, hogyan tud feladatokat nekem, mint diáknak kiosztani, hogyan tudunk egymásnak üzenni. Itt vannak a feladatok, amiket a múlt héten vagy két héttel ezelőtt, talán múlt héten kiosztott nekem Béla. Itt vannak az eredményeim, amiket elértem. Itt vannak a csoporttagok, akik abban az osztályban vannak. Ugye ott volt a Diák Dénes és Diák Dóra, és vannak csoportmappák, amiből most nem lett sok feltöltve. Láthatjuk, hogy itt az úgynevezett Gofri menüben vannak a tanulócsoportok, tehát innen értem el mindent, itt vannak az üzeneteim is, és itt van a feladatlistám is. Ez a feladatlista alkalmas arra, hogy új feladatot is hozzáadjak, akár egyébként diákként is tudok feladatot készíteni, nem kell ehhez tanárnak lennem, hiszen akár az is lehet egy kreatív feladat, hogy készítsél feladatot. Az, hogy hogyan kell feladatot készíteni, az a múlt alkalommal már nem került sorra, mert azért 25 féle feladatunk van, ezen elég nehéz lenne egyesével végigmenni, és most sem gondoljuk, hogy mind a 25 feladat típust bemutatjuk, mert úgy gondoltuk Katával, hogy 3-4 feladat típusra jut időnk, de mivel meg fogjátok ismerni magát a feladatkészítőt, láthatjátok majd, hogy bármelyik feladat könnyedén elkészíthető. Egy-két típust bemutatunk, de az összes típus ugyanúgy működik. A feladatoknak a kiosztásáról már a múltkor volt szó, és igazából most azt fogjuk megismerni, hogy hogyan lehet feladatot készíteni. Nagyon egyszerű lesz, vannak példafeladatok is, de hogyha valaki nem a példákat akarja átírni, hanem saját feladatot akar létrehozni, akkor arra is van lehetőség. Én erre, ennek a webináriumnak a megtartására kértem fel Katát, aki egyébként a társadalomtudományos témakörnek a vezetője, és jelenleg a vizuális kultúra tananyagfejlesztés vezetője, tehát ő maga is rengeteg feladatot hozott létre itt a Nemzeti Köznevelési Portálon, és rengeteg feladatot lektorált. Tehát azt mondhatom, hogy nála nagyobb szakértője nincs is a feladatoknak, úgyhogy én most átadnám neki a szót, és közben én pedig azt tudom ígérni, hogy fogok válaszolni a chatben felmerülő kérdésekre, most végig az előadás alatt, meg után is, tehát bátran kérdezhettek, mert én most egy kicsit itt felszabadulok, ugye nem kell
most diák szerepben sem lennem, úgyhogy tudok válaszolni mindenre. Úgyhogy akkor én köszönöm szépen, átadom a szót Katának, és akkor én vissza is veszem a képernyőmet. Jó estét kívánok, sziasztok! Anett, kérlek, jelezd vissza nekem, jól hallatszom? Remélem. Igen, hallak, igen, jó, hallak. És most megosztom a képernyőt, ami azt fogja mutatni, hogy egy fiktív felhasználónak, Tanár Tamásnak a profiljába vagyok benne, és én most azt szeretném eljátszani, hogy milyen is az, ha az ember elszánja magát, hogy a Nemzeti Köznevelési Portálon okos feladatot hozzon létre. Az történik ilyenkor, hogy ezt az úgynevezett GoFree menüt, vagy hivatalos nevén a modulok menüt kell megnyitnunk, itt a nevünk mellett található, és a feladat listába kell belemennünk. A feladat lista betölt, és láthatóvá válik, hogy Tanár Tamás már létrehozott feladatokat, de most ezekkel nem foglalkozunk, hanem egy új feladat hozzáadását választjuk ki. Ezzel a felső kék színű gombbal lehet ezt életre kelteni. Egy választó felületet fogok kapni, már be is töltődött, ahol láthatóvá válik az a 25 darab feladat, amiről Anetta már beszélt, és ezek csoportosítva vannak annak megfelelően, hogy mi az alapvető logikai menete ezeknek a feladatoknak, milyen típusú tartalmakhoz, vagy milyen fajta gyakorláshoz ajánljuk, mi a működésük. Ezek üres feladatok, ha megnyitjuk őket, akkor mindegyik egy szerkesztőfelületet fog előhozni, amit ki lehet tölteni. Én azt gondolom, hogy nem kell külön megmagyaráznom minden egyes feladatnál, hogy mi a jellegzetessége, mert nagyon jók ezek a kis ábrák, amik a kártyákon próbálják gyorsan vizualizálni, hogy melyikben mi történik, és mi a tevékenység, és a címmel együtt egyértelmű a helyzet. Úgyhogy csak végiggörgetem, hogy vannak felelet-választós okos feladatípusok, van egy jó nagy halmazunk a rendezéses típus, itt mindig valahogy rendet kell csinálni, vagy sorrendet kell helyreállítani. Vannak szöveges feladattípusok, ahol nagyobb mennyiségű szöveggel is lehet dolgozni, vagy mindenképpen valami szövegértés, szövegfelismerés a tennivaló, és vannak új fejlesztések, amik nagyon szórakoztató, kifejezetten játék jellegű dolgok. Ide még készülnek az ikonok, de a név egyértelművé teszi, hogy melyik mire való. Hogyha valaki szeretne egy feladatot készíteni, akkor ezek közül rákattint egyre, és megnyílik egy felület, ahol ezt el lehet kezdeni. Azért, hogy ne legyen ez egyből a szerkesztő felület felől egy viszonylag bonyolultabb folyamat, én most szeretnék váltani a saját felületemre, és most Törőcsi Katalinként vagyok bejelentkezve. Bocsánat, most átváltunk. Jó, tehát most egy bemutató oldal jelent meg, ahol szeretnék egy-két feladatot működésbe hozni. Nagyon gyorsan végig fogok ezen menni, csak felhasználói oldalról szeretném megmutatni, hogy melyik milyen. Tehát már is itt az első, aminél szeretném elmagyarázni az okos feladatoknak úgymond az anatómiáját. Mindig ilyen sötét-szürke keretben vannak ezek a feladatok. Ez minden interaktív tartalomra igaz. Tehát nálunk az okos könyvekben a 3D animációk, szimulációk, a feladatok, feladatsorok és a videók is ezzel a jelöléssel vannak ellátva, hogy ez nem a tankönyv része, hanem az okos tankönyvi kiegészítés része. És hogyha végignézzük itt a felső sávot, akkor látjuk, hogy az ikonok jelölnek is
fontosabb tudnivalókat, tehát ez egy okos feladat, ami egyébként a kakukktojás típusba tartozik bele, és van egy ilyen nagyon jó kis színes ikonunk, ami azt jelöli, hogy egy ötosztatú skálán a feladatnak mi a nehézségi szintje. Ez a mutató most itt a középen áll, ami azt jelenti, hogy hármas nehézségű szintű. Amit kijelöltem most, az a feladat címe, ahogy az alkotója elnevezte, és itt látható két kis gomb, az egyikkel össze tudom csukni, majd normál nézetbe tudom kinyitni, a következővel pedig nagy képernyőre tudom kitenni ezeket a feladatokat, mindet egytől egyik. Tehát mutatom még egyszer, ezzel összecsukom, ezzel pedig nagy képernyőre teszem ki. Hogyha tovább megyünk, akkor ugye középen a feladat található, de minden esetben itt alul meg lesz az újrakezdés gomb, a lehetőség arra, hogy újra keverjem a kártyákat, és még egyszer próbálkozzam, valamint az ellenőrzés gomb, amit majd különbe fogok mutatni, ha már eljutunk odáig, és tudom jelölni kedvencnek, tudom lájkolni, és le tudom menteni a gyűjteménybe az egyes okos feladatokat. Ezekről a funkciókról már volt szó korábban. Most gyorsan megmutatom, hogy ha bármilyen mozgást vagy műveletet elindítok egy feladatban, ha egy lépést már megtettem, akkor tudok kérni egy helyes választ, és akkor megjelenik mindenből a megoldás, aztán tudok újra kezdeni, újra keverni, megint csak kijelöltem valamit, és tudok kérni egy olyan segítséget, ami különösen akkor lesz hasznos, hogyha ezeket a feladatokat a megosztás funkcióval a gyerekekhez eljutatjátok, mert akkor egy linksor jelenik meg, mindjárt csak kicsit lassú az internet, most már megjelent, hogy hol vannak ezeknek a tartalmaknak okostankönyvi kapcsolódásai. Tehát hol tudja az adott diák a legkonkrétabban a témához legközelebb jutva ezeket elolvasni, és egy kicsit felkészülni. Ebből többet is tud mutatni a rendszer, de minden esetben ajánlom ezeket használni. És hogyha szeretném folytatni a feladat kitöltését, akkor visszamegyek és nyomkodom tovább. Jó, erről szerintem ennyi elegendő, és egy párat megmutatok működés közben. A következő az a quiz lesz, tehát látjuk, hogy az ikon fölé viszem az egeret, akkor kiderül, hogy milyen típusú feladatról van szó, és quiz kérdéseket tesz fel. Ennek talán annyi az érdekessége, hogy mindig írja, hogy hány pályás a feladat, ez éppen 10, és most az első pályán vagyok, és én most nem törekszem a jó megoldásra, csak arra, hogy mindegyiket működésbe hozzam valahogy. Ez megtörtént. A következő feladatunk egy tantárgyközi tartalom, ugyanúgy jó történelemhez, mint biológiához, földrajzhoz, egyiptomi kultúrnövényeket kell rendszerezni, felismerni. Itt szeretném megmutatni, hogy a feladatokon belüli képek galériába vannak, ezeket könnyen meg lehet nyitni, így ahogy csináltam, nagyobb méretben, jóval nagyobb méretben végig tudom nézni a képeket, és azt is itt szeretném megmutatni, hogy ez a feladat bankos, tehát jóval több elem van mögöttem, mint ami az egyes betöltések során megjelenik. Én most itt háromszor újra töltöttem, és részben cserélődtek az elemek. A párosítás, kvíz, egy érdekes típus, a kvíznek és a párosításnak egy ötvözete, kombinációja. Itt az alapvető instrukciót, a képet és valamilyen gyors döntéssel a megoldást kell kiválasztanom. Hát remélem, hogy most jót választok, igen. És akkor megvan, hogy ez sikeres volt, lépek tovább és csinálom a többi részét. Megyek tovább. Ez nem fog semmiféle meglepetést okozni, egy sima párosítás történik most a képernyőn, kérek egy választ, és azt fogom látni, hogy színes vonalakkal gyorsan összekötötte nekem a rendszer, hogy mik voltak a jó válaszok, színes vonalak segítik a követhetőségét a dolognak. A villámkérdés egy nagyon célzott feladat,
De mégis nagyon komplex információt vissza lehet vele kérdezni, és itt is, meg számos más feladatunknál igaz az, hogy nem csak egy helyes megoldás van, hanem több is. Tehát én most kértem a helyes választ, látható, hogy 3 hamis és 3 igaz megoldás volt erre a feladatra. A halmazos feladattípus nagyon szeretjük, mert van benne látvány szempontjából is, meg egyébként is egy jófajta dinamizmus. Nagyon jól lehet trendezgetni a tartalmakat, mindig ügyel arra a feladat keretrendszer, hogy a képek láthatóak maradjanak, tehát úgy rendezgeti el a tartalmat, és ennek egy másik változatát is megmutatom, csak azért, hogy egy irodalmi példa is legyen, itt Goriot Tapóról van szó. Ez azért érdekes, mert itt a szöveggyűjteményre vezető linket tettünk bele a feladat instrukcióba, tehát innen el tudok ugrani a 10. irodalom szöveggyűjteménybe, és el tudom olvasni a vonatkozó részletet, és vissza tudok jönni. Szöveghelyettesítéses feladat a következő. Látható, hogy jóval több elem van ott alul, mint amennyit valóban el kell helyeznem a szövegben. A cél az, hogy nyelvtanilag is és tartalmilag is jó legyen a feladat, amire elkészítem. Kértem egy ellenőrzést, látszik, hogy visszarendezte az alapvonalra, amit rossz helyre tettem, aminek nincs helye a szövegben, és megoldotta a feladatot. Most megyek tovább, mert talán érdekes még a sorba rendezős feladatunk. Ez is egy, kiteszem nagy képernyőre, ott jobban fog látszani. Tehát ez is egy tantárgyközi tartalom, a magyar nyelvhez és a történelemhez is tartozik. Írás történetet vizsgál ez a feladat. Gyorsan sorba rendezem, és azt fogjuk látni, hogy a régi képírásból fejlődő Aleph, a mai A betűnk őse, csak éppen feje tetejére fordult az a bizonyos bivajfej. Jó a megoldásom, megyek tovább. És azt hiszem, hogy ez egy érdekes rész még, hiszen itt láthatjátok, hogy egy sudoku feladat motorba dolgozott a készítő, de egy atipikus megoldást választott, mert azt mondta, hogy ő koordináta geometriát fog tanítani ezzel a sudoku feladat motorral, és valójában egy saktáblát hozott létre, és azt mondta, hogy megadja, hogy 8 bábunak hol kell elhelyezkednie ezen a saktáblán, és ha én most megtalálom a fekete futót, akkor a H1-re kell tennem, és jó helyre tettem, ott marad. De ha csak úgy rakosgatom vaktába, akkor ez a feladatmotor úgy van beállítva, hogy nem hagy engem hibázni, csak a jó megoldást fogadja el. Ezért aztán nincs is rajta helyes választ ellenőrző gomb, mert itt keményen végig kell játszani a mókát ahhoz, hogy összeálljon a dolog. A következő dolog egy időszalag. Itt szerintem nem kell túl magyaráznom, de egy-egy évet tudok finomítani a hirtelen összehozott találaton. Aztán egy táblázatkiegészítést látunk, ahol képet, szöveget kell rendezgetni. És szintén nagyon jó és látványos feladat, amikor egy képre kell ráhelyeznünk a cetliket. Ez az úgynevezett területre húzás feladatmotor, nagyon hasznos. Hasonló elven működik a vaktérkép, és van egy keresztrejtvény feladat motorunk is, ami jó pofa, mert minden sornál, amiben én beleállok, felhozza a vonatkozó segítséget. Tehát úgy, ahogy egy klasszikus nyomtatott keresztrejtvénytől elvárnánk. Aztán van egy számpiramisunk, csak megmutatom, hogy működik és hogy működik. Matematikához nagyon jó. Van egy szabadszavas feladat motorunk is. Itt tudom az egyik választ, úgyhogy látható, hogy begépeltem, és kérek egy ellenőrzést, és megtörtént, nagyon jó. Aztán az utolsó, amit szeretnék mutatni, az egy táblázat kitöltés matematikai alkalmazása. Rendben van. Most már láttunk sok mindent, most már felbátorodtunk, hogy feladatot készítsünk, és én most vissza fogok menni tanár Tamás oldalára, és megmutatom, hogy ő hogyan hoz létre egy-egy
feladatot. Az első, amit el fogunk készíteni, egy sorbarendezés lesz. Itt van, ezt kell kiválasztanunk. Most be fog tölteni az üres feladat, és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy innentől egy megosztott képernyőn dolgozunk. A képernyő bal oldalán látszik az üres feladat, és nincs benne semmi. Minden az alapvető nulla beállításon van. Itt a jobb oldalon pedig ugyanezt látjuk a feladat szempontjából, hogy üres az egész. Amit ezen a bal oldalon létrehozok, az itt egyből online frissül, mihelyest kilépek majd egy-egy cellából, és látom, ahogy fejlődik a feladat, sőt, ki is tudom próbálni közben. De hogyha esetleg elsőre nem vagyunk olyan bátrak, hogy így a semmiből létrehozunk egy feladatot, akkor szeretném megmutatni, hogy példafeladatokat tudunk kérni a rendszertől, és most betöltök egy ilyet, visszakérdez, hogy tényleg szeretném az üres feladatomat felülírni egy ilyen meglévővel. Igen, szeretném, ezt megvárom, és látható, hogy akkor a bal oldalon itt minden cella kitöltődött, és megjelent maga a feladat a jobb oldalon is, hogy na, akkor ez így néz ki. Miért jó ez? Azért, mert hogyha szeretnénk egy-egy konkrét mintát csak átdolgozni, újra hasznosítani, másik címet adni neki, vagy bővíteni az elemeket, vagy csökkenteni az elemeket, vagy még két nehezebb dolgot belevinni, akkor megtehetjük, és onnantól kezdve lesz ebből egy saját feladatunk minimális erőbefektetéssel. De mondjuk én most tényleg egy újat szeretnék létrehozni, tehát betöltöm ismét az üres oldalt. Jó, akkor úgy töltöm be az üres oldalt, hogy innen újra, legalább újra megmutatom, hogy hogyan is hozok létre teljesen üres feladatot. Tehát sorbarendezés üres oldalon vagyunk, és az a javaslatom, hogy minden esetben készítsük el előre a szöveges tartalmat. Ha csak lehet, ne itt az online szerkesztőbe próbáljuk meg kitalálni, hogy mit hova írjunk. Persze így is lehet, és ezt nem azért mondom, mert bizonytalan volna a mentés, hanem egyszerűen jobban, nyugodtabban végig tudja az ember gondolni, hogy mit szeretne. Egy jegyzettömbbe, vagy egy Word dokumentumba összeállítja azt a pár dolgot, amire szüksége van, és utána innen csak bemásolgatni kell a megfelelő helyre. Azt is szeretném mutatni ezzel a feladattal, amit most létrehozok, hogy kifejezetten egyszerű, akár ilyen kis banális demonstrációs megoldásokkal érdemes elkezdeni. Nem kell egyből valami hatalmas nagy tartalmat létrehozni feladatként. Ezt most elsősorban azoknak mondom, akik esetleg még nem csináltuk ilyet, és talán bizonytalanok abban, hogy most miért jó, ha az ember okos feladatokat, vagy bármilyen interaktív feladatot hoz létre. Tehát egy demo lesz, amit most létrehozok, és egyből kiválasztom, miért ne, az irodalom 12-t. Tehát egy záró évfolyamos irodalom 12 az évfolyam, és a tantárgy, a nehézségi szintet meghagyom egyesen, és innen az előre összeállított kis jegyzettömbömből elkezdem átmásolni a feladat címét, aztán elkezdem átmásolni a feladat utasítást, ami nagyon egyszerű lesz, ide beteszem, és látható lesz, hogy ahogy megjelentek itt a cellákba, amiket bemásoltam, és kilépek ezekből a kis ablakokból, ahova a szöveges tartalmat bevittem, elkezdett fejlődni az okos feladatom a túloldalon. Nagyon jó, ez biztató, ez lelkesíti az embert, és folytatom akkor a kulcsszavakkal. A kötelező adatok csillaggal vannak jelölve, tehát mindenképpen szükséges egy pár kulcsszót megadni. Én még akkor is ajánlom ezt, hogyha
a kereshetőség egy-egy tanárnak a feladattárában nem jelent olyan nagy hozzáadott értéket, mint mondjuk, amikor több száz vagy ezer feladatot hozunk létre itt az oktatási hivatalba, mert ha elkezdi nagy számba gyártani ezeket a feladatokat egy tanár, és elkezdi ezeket megosztani, akkor jó, ha a címen kívül van valami más kapaszkodó is abban, hogy mi az adott feladatnak az értelme, vagy a célja, vagy a tartalma. Az történt most, hogy kijelöltem ugye a jegyzettömbön a szavakat, a kulcsszavakat, és egyből bedobtam ide a kulcsszavas mezőbe, és azonnak kulcsszóként kezdenek el viselkedni. Na most, ha valamelyik mégse tetszik nekem, mert a rakosgatás nem megfelelő, akkor azzal a kis X-el kitörlöm, és ha újabbakat szeretnék mégis hozzáadni, akkor beírom. Nyomok egy entert, és akkor ott van. Jó, majd visszatérek rá, hogy az illusztráció az jó, vagy nem jó, vagy hogy tegyük bele. De most számos cellát átugrunk, amivel nem kell foglalkozni akkor, hogyha az ember így próbálkozik ezzel a felülettel, és elsőként hoz létre feladatot, hanem fontos a részleteket kitölteni, mert ez a tényleges feladatnak a tartalma. Tehát itt hozom létre azt, amiért az egészet létrehozom. Úgy kell ezt elképzelni, talán ilyen informatikai szempontból érdekes lehet, hogy ezek egymásba illesztett dobozok. És itt a szerkesztő felületnek a kialakítása is utal erre, hogy halványan láthatóak ezeknek a dobozoknak a szélei, ahova ezeket a szavakat vagy mondatokat most be fogom írni. Lemegyek a kis jegyzettömbömbe oda, hogy mik az előre összekészített tartalmak, kiválasztom az elsőt és beteszem a helyére, már is kérek egy kettes elemet, tehát látható, hogy most az első elemem szöveges tartalommal itt létrejött, egy ilyen hiányos mondatot ide betettem. Kettes elemem szintén szöveges tartalommal készülődik, megfogom a második vonatkozó kis hiányos mondatot, beteszem ide, nagyon jó. És így haladok tovább, mindjárt kész leszek ezzel, és most elárulom azt a trükköt, hogy sokszor úgy csináljuk, hogy ne kelljen annyit ide-oda kattintgatni, hogy vágólapra teszem az egész szöveget, és aztán mindig Ctrl-X-el leválasztom róla azt, amire nincsen szükség, és mindig csak elpottyantok egyet, amelyikre éppen még a következő cellába, vagyis amelyik éppen oda illeszkedik, és a következő cellába átviszem az utolsót. Most létrejött, látható, egy öt elemű sorba rendezésem, ahol lényegében számolni tanítom a diákokat. Nagyon, nagyon kevés ez így, egyébként is ez most egy vicc, úgyhogy elsőre most szeretnénk ehhez egy illusztrációs képet feltenni, hogy egy kicsit komplexebb legyen a látvány vagy a tartalom. Ezt úgy hozom létre, mutatom még egyszer, hogy felmegyek ide a kulcsszavas rész alá, és az illusztráció feliratot keresem a szememmel, és kép kiválasztása gombot választom, ott pedig az új fájl feltöltését. Most itt meg fog jelenni minden bizonnyal az én gépem, ahova összekészítettem azokat a tartalmakat, amiket szeretnék itt használni. Mindjárt meg lesz, bocsánat. Igen, meg vagyunk, és itt a lépések felfelé című képet fogom kiválasztani, és ezt megnyitom. Most az történt, hogy ez a kis kedves fotó, kisbaba lépeget felfelé a lépcsőn, ez megjelent a feladatomnak a képek mappájában. Ha fölé viszem az egeret, akkor láthatom ezt a képet nagy méretbe is.
szükséges még egyszer rákattintanom erre a képre, hogy tényleg én most ezt ide be akarom illeszteni illusztrációnak, és látjuk, hogy megjelent a túloldalon, és próbáljuk ki a feladatot, rendezgetni kell ugye az elemeket, és megvagyunk. Még azt szeretném megmutatni, hogy a megjelenésben néhány feladatnál lehet módosítást kérni, hogy függőlegesen vagy vízszintesen hozza az elemeket. Én most nyomkodom itt a részletek gomb alatt a horizontális megjelenést, kibe kapcsolgatom. Hát úgy látom, hogy jobb, ha vertikálisan jelennek meg az elemek, tehát így hagyom a feladatot, ez most készen van, és elmentem újként. Nagyon fontos, hogy el kell menteni a feladatot, hogy utána meglegyen a saját tartalomtáramban, a saját feladataim között. Látható, hogy visszajelez a felület, hogy sikeresen elmentette. Jó, most létrehozunk egy következőt, de ahhoz, hogy egy szintet lépjünk mi is, szeretném most megmutatni egy leckében egy valóságos általunk tényleg komolyan gondolt feladatnak a kontextusát, és utána ugyanazt a feladatot fogjuk létrehozni. Azt gondolom, hogy ez innentől kezdve érdekes lesz, hiszen láthatóvá válik majd mindig, hogy mi volt a mi célunk azzal a feladattal, mi a körítés, ami kapcsolódik hozzá, és miért pont úgy hoztuk létre, ahogy, miért pont azt a feladatmotort választottuk, amit, és egyéb kis trükkök is ki fognak derülni. Tehát én most át fogok menni megint a saját profilomba, és ott meg fogom mutatni a Vizuális Kultúra könyvnek a 25-ös leckéjét, már is, ami a divatcikkekkel, a tömegtermeléssel és az egyedi tárgyakkal foglalkozik, ez a 25-ös lecke. Meg is érkeztünk, lassan betöltődik, és ez tehát egy okostankönyvi lecke, ami még szerkesztés alatt van, és ebbe a leckébe le fogok menni az utóhatás szekcióhoz, ahol láthatóvá válik egy kortárs mű, egy viszonylag friss képzőművészeti alkotás, hát a 60-as évek végén jött létre, de nagyon ismert, és több városba kiállították, mivel installáció volt mindig az adott városnak a használt ruha kereskedéseivel szövetkeztek, hogy ezt a művet létre tudják hozni. Ellentétekre épül a szobor. Tehát ez egy klasszikus szobor, ami egy görög istennőt idéz, aki turkál a hatalmas ruhahalomba, és próbál innen valami használhatót kiválasztani. Ez a szekció felveti ennek a szobornak, vagy installációnak az elemzési szempontjait, és utána készítettünk hozzá egy okos feladatot. A szekciónak az alján vannak olyan nyílt végű gondolkodásra serkentő kérdések, amikről lehet beszélgetni, amik egy órába, egy tanórába hozhatnak véleményeket, előhozhatnak véleményeket a gyerekekből, és aztán itt van egy halmazos feladat, ami az egyik szempontot segít kibontani, azzal együtt, hogy nyilván kényes dolog művészetet és humán kultúrát ilyen zárt végű feladatokkal megmutatni, de itt most mégis meg tudtuk ezt csinálni, és azzal tudtuk ezt a feladatot élvezetesebbé tenni, hogy a halmazok hátterébe helyeztünk el képeket, és ennek az ellentétekre épülő szobornak a két komponensét választottuk szét. A működés annyi, hogy elkezdem itt rendezgetni az elemeket. Most ennyi elég is lesz. Kérek egy ellenőrzést, és látható, hogy nagyjából ezeket a jellemzőket társítottuk a szobor két részletéhez. Jó, akkor most Tanár Tamás vagyok, visszamegyek a felületre, ahol feladatot tudok létrehozni, és egy ilyen minimál szinten
létrehozom ezt a halmazos feladatot, megint kiválasztom a új feladat létrehozása gombot, ott pedig kiválasztom a halmazba rendezés lehetőségét, megint megjelent itt egy üres felület, amiben villámgyorsan elkezdem beírni, hogy 7. osztályos vizuális kultúra feladatot szeretnék létrehozni, és most meg fogom nyitni azt a Word-öt, amiben szintén összekészítettem magamnak a szöveges tartalmakat, hogy ne is kelljen itt gépelnem, csak másolnom a dolgokat. Tehát látom a jegyzetembe, hogy ez egy 3-as nehézségi szintű feladat lesz, úgyhogy már be is állítom. Aztán látom a Word jegyzetembe, hogy a címét is kitaláltam, ellentétek egysége. Ezt fogom betenni a címmezőbe. Ide. Még bemásolom az instrukciót, ami viszonylag hosszabb. Igen. És a kulcsszavakat is ugyanígy innen zsákmányolom. Most látható, hogy vesszővel elválasztva hoztam őket létre, kijelölöm az egész sort, és beteszem ide, ahol egyből kulcsszóvá válnak. Nagyon jó. Ha valamelyik mégse tetszik, akkor ezzel az X-el ki tudom venni, és ide tudok egy másik kulcsszót beírni. Enterrel része lesz a korábbi halmaznak. Nem fogok illusztrációt választani, mert azt határoztam el az elején, hogy majd a halmazokba teszek be háttérképet. Úgyhogy lejövök ide a feladatnak a részletek című részébe, és itt elkezdem a valódi élvezetesebb munkát csinálni, létrehozom az új halmazokat és azoknak az elemeit. És megnyomtam ezt az első halmaz gombot, és látható, hogy itt további tennivalóim vannak. Meg kell adnom a halmaz fejlécét. Na, megnézem a Word-be, hogy mit szeretnék én halmaz fejlécnek megadni, és azt bemásolom ide. Nagyon jó. És most jöhetnek a halmaz elemek. Ezek azzal a korábbi jó pofa módszerrel létrehozhatóak, hogy több szót vagy rövidebb dolgot kijelölök, és aztán szépen viszem őket tovább. És még megkívánja, most létrehoztam az első elemet, ide el tudom helyezni a második elemet, és egy harmadikat. És most lesz érdekes, mert láthatóvá válik, hogy itt a túloldalon létrejött a Vénusz szobor című halmazom, 3 eleme, nagyon jó, ennek nagyon tudunk örülni, és akkor most létrehozzuk a másik halmazt, ami szintén tartalmaz majd egy címet. További elemeket fogok ide betenni, ezt most nem bonyolítom itt túl, csak jelölöm a 3 elemet, ami ide bekerülhet. És ha kijövök az utolsó cellából is, akkor látható, hogy, rendben vagyok. És még halmaz háttereket kell majd beillesztenem a felületre, és akkor kész van a feladat. Jó, a következő, amit szeretnék mutatni, szintén egy már kész feladat, ez szintén a Vizuális Kultúra 7. évfolyamos könyvébe lesz elérhető, a 8-as leckébe, amit lenyomatok címen névre kereszteltünk. Egyből a felvezető részbe lesz egy olyan feladat, ami próbál rávezetni arra, hogy a magas nyomás, mint technika, hogyan működik, és hogyan jön létre akár spontán módon a hétköznapokban is. Azt fogjuk látni, hogy különböző
Lényegében a magas nyomás elvével létrejött lenyomatokat vizsgál a feladat. Most kinyitottam ennek az okos feladatnak a galériáját, és megnézegetjük, hogy mik ezek a képek, és miért mondom én erre azt, hogy ezek magas nyomás elvén létrejött lenyomatok. És aztán szeretném a gyerekekkel azt gyakorolni, hogy próbálják meg ennek a legegyszerűbb nyomtatási módszernek az elvét felismerni ezekbe a képekbe. Tehát egyfajta ilyen művészeti detektív feladat ez, hogy mi is történt. Hát abba biztos vagyok, hogy az első képen egy traktor kerekét látjuk, ahol a kerékre tapadt sár volt a festék, és a hordozója ennek a lenyomatnak az út lett. Itt tudom betenni. És aztán az is biztos, hogy itt a fiatalember ráült a padra, és az rányomtatódott a hátára, valamint kiborult a fehér festék, és széthordták a munkások. És elég érdekes, hogy egy páfrány levél az őskorban önmaga lenyomatát hozta létre azzal, hogy megkövült, és a saját festékanyagai elszínezték a sarat, amibe belehullott. Jó, hát akkor hogyan csinálunk ilyen feladatot? Először is milyen típusú ez a feladat? Megnézem, hogy ez egy párosítás, húzd és ásd, vagy fogd és vidd, vagy drag and drop, sokféleképpen hívjuk, de mindenképpen azt a tennivalót csinálja meg benne a felhasználó, hogy megfog egy elemet, és beleteszi valahova valamilyen kijelölt helyre, tehát párosít dolgokat. Jó, hát akkor Tanár Tamás vagyok, és visszamegyek feladatot készíteni. Ugye azt mondtuk, hogy ez egy párosítás típusú feladat lesz, ismét kiválasztom az új feladat létrehozása dolgot, és a húzd és ejtsd típusút. Ezt szeretném megcsinálni. Betölt az üres feladat, és megint csak előveszem azt a Word dokumentumot, amiben összekészítettem a tartalmakat. Egy másik feladatnak a tartalmait készítettem össze, de nem baj, mert ez is nagyon érdekes, és ugyanerre az elvre épül, legalább egy másik megközelítést fogunk látni. Ez a feladat a nagyvadaknak a ma is nagyon divatos, meg egyébként is nagyon elterjedt mintázatait hozza fel, és elkezdem ez alapján, a jegyzet alapján megcsinálni a feladatot. Tehát van egy feladat címem, a nagyvadak közelről, ezt viszem be a feladat címe rovatba, és aztán létrehozom itt a kulcsszavakat a szokott módon, most beírok ide, ide az instrukciót fogom másolni, bocsánat. Tehát ez a feladat leírás, vagy feladat instrukció, amit most áthozok. Azt fontosnak gondolom elmondani, hogy sose jó, hogyha túl hosszú instrukciót adunk. Ha többszörösen bővített mondatokba próbáljuk meg a gyerekeket instruálni, mi szoktunk arra figyelni, hogy lehetőleg több rövidebb mondat legyen, lépésekre bontva az instrukciót. Úgy könnyebben megértik, és gyorsabban átlátják a dolgokat. Jó, tehát ebből a Wordből dolgozok, megszerzem most a kulcsszavakat, azokat is áthozom ide a szokott módon, és elkezdem létrehozni az egyes párokat. Ugye ilyet még nem csináltunk, itt látható, hogy megint a részletek elembe, vagy modulba vagyok benne, és az első pár létrehozásánál az egyik, amit ki kell választanom, hogy ugye képet szeretnék párosítani szöveghez. Tehát most az az alapbeállítás, ami itt van, hogy szöveg, ez nem lesz jó nekem, mert ugye azt akarom, hogy egy képet egy szöveggel össze tudjak majd
párosítani, ezért itt kiválasztom a kép lehetőséget, és már is megjelenik, hogy na, akkor töltsünk fel képeket ebbe a feladatba. Most megint belementem, a kérem válaszunk képet ablaknál az új fájl feltöltése lehetőségbe, és a saját gépemen kiválasztom azokat a képeket, amiket szeretnék ide feltölteni. Már is töltődik. Én most nem fogom ezt a feladatot végigcsinálni, csak kettő darab párt fogok létrehozni, az pont elég arra, hogy megmutassam, hogy jön létre. Tehát mondjuk még feltöltjük a jegesmedve orrát. Ezek jó nagy képek. És most az első párhoz beteszem a bölénynek a szűrét. Már most létre is jött, és meg is jelent a feladatba, és itt várja a szöveges kiegészítését ez a kép, úgyhogy most megyek a jegyzetembe, és keresem, hogy mi lehet ennek a képnek a szöveges párja, megvan, átjövök ismét, és beleteszem ide. Most létrehoztam az első párt, kijövök a cellából, és látható lesz, hogy van egy mozgatható, rakosgatható elemem, és van egy kép, amihez ezt társítsam. Most jön a következő pár, amit létrehozok, pár kettő, rendben van, itt is képet szeretnék feltölteni, és most jusson eszünkbe, hogy az előbb már feltöltöttük a másik képet is, tehát valójában itt most csak arra van szükségem, hogy beazonosítsam, hogy igen, a jegesmedve orrát szeretném, rákattintok, és már jön is a kép, és közben én el tudok menni a jegesmedvének a szöveges részéhez, azt is megszerzem, jövök vissza a feladatba, elhelyezem itt, kijövök a cellából, és ilyen minimál szinten létrehoztam ezt a feladatot, tudom helyezgetni az elemeket, és most szándékosan egy rossz választ létrehozva ki tudom próbálni, jól működik, rendben van. Itt is van olyan lehetőség, hogy horizontális vagy vertikális legyen az elrendezés. Most átállítottam, látjuk, hogy működik. Nagyon jó, el kell menteni. Elmentem. Van még egy szuper feladat, azt nem fogom tudni megcsinálni, de annyira érdekes, hogy szeretném megmutatni, mert ismét egy ilyen atipikus, vagy kicsit szokatlan alkalmazása lesz ez a feladatkészítésnek. Az a szint, amit szerintem olyan 5-6 feladat elkészítése után már egészen jól, készségszinten elsajátít az ember, és tud vele trükközni. Tehát rááll a gondolkodás módja arra a logikára, ahogy a legjobban használható, legfelhasználó barátabb módon hoz létre ilyen okos feladatokat. Úgyhogy most el fogunk menni a 8-as vizuális kultúra könyvbe, ahol a 16-os lecke a látással és a szemek tekintetek témával foglalkozik, és ebbe a leckébe fogok lemenni megint csak egy rövid tartalmi egységig, amit társművészetek címen jelöltünk meg, és egy nagyon érdekes hivatásról szól, egy rendkívül jól megfizetett szakmáról, ugyanis a műkereskedelembe és a múzeumok világába alkalmaznak úgynevezett szemeket, akiknek elképesztően jó a stílus érzéke. Lényegében az a tehetségük, hogy nagyon kevés látvány alapján felismernek nagyon sok festőnek a kézjegyét, a jellegzetességeit, az ecsetkezelését, az ábrázolás módját. Erről szól ez a cikk, egy konkrét történetet is felhoz. És itt van a hozzátartozó feladat, ami egy kvíz típus, három pályából áll, ezt itt látom, és kiteszem nagy képernyőre. Ja, így teszem ki nagy képernyőre. Igen, meg tudom nézni ezeket a képeket a feladaton belül közelről.
És az lesz a feladatom, hogy felismerjem, hogy az illusztrációként betett kép stílusa melyik másik képpel azonos. Tehát az a festő, aki ezt a képet készítette, egy másik képet is létrehozott az alábbi öt közül, és ezt kellene felismernem, hogy melyik az. Hát én tudom a jó válasz, de szerintem azért ez még viszonylag egyszerű, hogy ezt megjelölöm, és akkor megnézzük, hogy van-e. Valamiért nem történik meg az ellenőrzés. Ezt most így megpróbálom összecsukva elérni, így sem történik meg. Jó, akkor újra kezdjük. Megint kijelölöm ezt, és kérek egy ellenőrzést. Most megtörtént, volt valami kis hiba az internetbe, tehát jót választottam, a megoldás tökéletes, és mehetek a következő pályára, ahol egy szimbolista festőnek látjuk a művét, és megint csak az a feladat, hogy az öt közül melyiket csinálta ő. Hát ez a feladat is lényegében képek feltöltésével építkezik, és így tudnám létrehozni Tanár Tamásként a dolgot. Viszont az az ígéretünk, hogy megmutatom, hogy feladatokból hogyan lehet összefűzni feladatsort. Ehhez most egy másik modult fogok kiválasztani, innen a felhasználó név mellől elérhető GoFree menüből. Eddig ugye a feladat listát használtuk, ezt most nem fogom megnyomkodni, hanem a feladat sor listába fogok belemenni. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog lesz, hiszen annyi a tennivalóm, hogy a már létrehozott okos feladataimból összefűzzek egy feladat sort. Ehhez megint felmegyek a bal felső sarokba, és itt kiválasztom az új feladatsor hozzáadása lehetőséget, és elkezdem itt is a szokott módon végül is értelemszerűen kitölteni a rublikákat. Most a vizuális kultúrával példáloztam, úgyhogy a feladatsorom is az lesz. Adunk egy jó kis címet, adunk egy instrukciót, és kulcsszavakat. Elég lesz. A nehézségi szintet belőjük hármasra, és most jön az igazi munka. El kell kezdenem összeállítani a feladatok hozzáadásával ezt a feladatsort. A szűrők segítségével a teljes eddigi tárházat elérhetővé teszem, hogy eddig miket hoztam létre, és most megjelennek azok a feladatok, amiket én Tanár Tamásként a mai nap, meg korábban létrehoztam. Itt látható a teljes arzenál. Azt gondolom, hogy a nagyvadak közelről az mindenképpen legyen benne, úgyhogy rákattintottam, benne van. Szeretném, hogyha a lépések is része lenne ennek a feladatsornak, arra is rákattintottam, és az áldozatok a közösségre egy korábbi irodalom feladatot is valamilyen megfontolásból most beleteszek ebbe, és úgy gondolom, hogy három, az már elég, azért már érdemes volt, úgyhogy bezárom ezt az ablakot, és látom, hogy fú, nagyon jó, itt van a három feladat, mindegyik ott van, ahol szeretném, és haladok tovább az egyéb opciók beállításában. Következő döntés, amit meg kell hoznom, hogy én ebből egy gyakorló feladatsort szeretnék csinálni, vagy egy vizsga feladatot. Nem kell magyaráznom a különbséget, a vizsga feladatsor egy szigorúbb tudás felmérésre szolgáló dolog lesz, de mi most egy gyakorló sort szeretnénk választani, tehát azt jelöltem meg. Ahhoz viszont ragaszkodom, hogy ebbe a sorrendbe jöjjenek majd a feladatok, úgyhogy ezt a kis jelölő négyzetet most kipipáltam, és a többivel megelégedhetek így, ahogy most be van állítva, itt egyéb
lehetőségeim is vannak. Alapvetően a gyakorló módban a tesztsor megszakítható. Ezt így hagyom. Szeretném el, hogy a pontszámot jelölje a diáknak. Igen, szeretném, és akkor meg kell adnom azt is, hogy mennyi legyen az az elégséges pontszám, amihez ragaszkodok, ami a kettes. Ezt most beállítom 60-ra, és jó, ha az ember megad egy időkorlátot, ami hát most elég szigorúan legyen mondjuk, vagy inkább 6 perc. Jó, tehát 6 percbe megegyeztünk. Készen vagyok, ennyi volt, el kell menteni, az nagyon fontos. Megnyomom a felső zöld mentésgombot, látható, hogy visszajelez a rendszer, hogy ez megtörtént, és most meg tudom nézni, hogy a feladatsor listámba ténylegesen létrejött most, pont 8 órakor, egy jó kis címmel a legújabb feladatsorom. És akkor én most elmondtam mindent, amit szerettem volna, Anetta, úgyhogy ha van esetleg olyan kérdés, ami így felmerült közbe, és tudok rá válaszolni, akkor nagyon szívesen. Igen, köszönöm szépen, Kata. Felmerült, sok kérdést kaptunk, és az egyik kérdés az az volt, hogy lehet-e videót beletenni a feladatba? Hát ilyen fejlesztésünk folyamatban van, de még nincs kész. Tehát nem tudunk videót beletenni, hangfájt bele lehet tenni. Arra van lehetőség. Azt megmutatom. Tehát, hogyha létrehozunk egy új feladatot, akkor ugyanott, ahol az illusztrációt beletennénk, ott el tudunk benne helyezni egy MP3 fájt. Itt látható ez. Tehát egy hangfájt ki tudok választani, és az bele mehet. Ezt tudom elválaszolni. Igen, köszönöm szépen. Én is azt válaszoltam, hogy videót nem lehet beletenni. Videóhoz egyébként kapcsolódunk feladattal, tehát azt mi szoktuk csinálni, hogy van egy videónk, és utána teszünk egy okos feladatot. Igen. Tehát, hogy ilyen egyébként módon össze. Én ezért is mutattam így a kontextusba az okos feladatokat, hogy viszonylag ritkán csinálunk csak úgy önmagába egyet, hanem mindig van valami előzménye, és az előzmény az lehet egy videó is, amihez kapcsolódik aztán a feladat. Jó, ami még feladatra vonatkozó volt, hogy ki tudom-e iktatni az ellenőrzés vagy újrakezdés gombokat? Igen, van a szerkesztő felületen egy ilyen megjelenítési beállítások, és itt tudom azt mondani, hogy ne lehessen rontani, vagy mindig csak a helyes választ fogadjuk el, ezekkel ki lehet iktatni. Volt egy példám, amikor a sudoku feladat motor használatánál, amikor csak táblát csinált belőle a kolléga, akkor ezeket a lehetőségeket használta. Tehát ott úgy végigjátszotja a gyereket a feladaton, és nem tud ellenőrzést kérni, meg gyors megoldást kérni, hanem az van, hogy nem tud hibázni, tehát végig csinálja a dolgot. Azért, mert szánszendékkal gyakoroltatni akarom, hogy kísérletezzen tét nélkül. Erre ezt tudom válaszolni. Köszönöm. Van egy ilyen kérdés, hogy el lehet-e menteni a feladatot a saját gépre, vagy csak az online felületen elérhető? Csak az online felületen elérhető, de minden feladatról, ami most benne van a rendszerben, a tanárok tudnak készíteni, vagy a diákok is, tudnak készíteni másolatot. Tehát megmutatom, hogy én most tanár Tamásként a saját feladataim helyett a közzétett feladatokba megyek bele. Hát itt egy nagyon nagy számmal találkozom, 14.025 feladat van jelenleg a rendszerben, és ha az első megtetszik, a Báró és a Gróf barátsága című feladat, akkor ezt el tudom menteni magamnak másolatként, és akkor ott lesz az én feladatnáramban is, már látható is, hogy itt van.
És akkor ezt akár egy az egybe, így innentől kezdve a sajátomként kezelhetem, vagy megnyomom ezt a kék gombot, és egy kicsit átszerkeztem, vagy nagyon átszerkeztem, tehát innentől nincsen határ, csinálhatok én ebből a hetedikes irodalom feladatból egyszer egy ponton egy 11-es matematika feladatot is, miért ne? Nagyon jó, mert pont ez a következő kérdés, hogy tudunk-e feladatsort létrehozni, olyat, ami a már kész feladatokból rakunk össze, tehát amik már benne vannak az NKP feladatai, tehát a közzétett feladataik között. Igen, tehát ez a válaszom rá, hogy a közzétett feladatokban bogarászva, keresgélve, most beírom, hogy alma, tehát ha van erre találatunk, igen, tehát valami változott, mert... Szerintem a saját feladataimban vagy. Ja, bocsánat. Nem, a közzétettben vagyok. Ja. Csökkent a találatok száma valamilyen szempontból, 1930 feladatban megtalálta az alma keresőszót, és ezeket el tudom kezdeni, akár egyesével lementeni magamhoz, és utána azokat át tudom szerkeszteni, vagy nem csinálok velük más, csak összefűzöm őket egy feladatsorba, és ezt akár hetente változtathatom, vagy variálhatom, hiszen azt elmondanám, hogy olyan nagyon gyorsan megtérülni látszik ez a feladatkészítés, mert azt is megteheti az ember, hogy olyan feladatokat kezd el feldolgozni, amik korábbi tankönyvekbe szerepeltek, és esetleg eddig más módon, más médium segítségével osztotta ki a diákoknak, mondjuk más felületen használta, vagy akár lefénymásolta őket, de itt feldolgozva ezek a saját feladattárba bekerülnek, és utána azzal a módszerrel, amit az előző webináriumon mutattatok be Bélával, hogy hogyan lehet a diákoknak vagy tanulócsoportoknak kiosztani, újra meg újra fel lehet ezeket éleszteni, vagy változatait kiosztani a gyerekeknek, hogy gyakoroljanak, és akkor már is kevesebb munkával jönnek létre az újabb gyakorlósorok vagy egyebek. Köszönöm. Valaki azt kéri, hogy megmutatnád-e azt, hogy már meglévő feladatokat hogyan teszel feladatsorba. Próbáltam feladatsort létrehozni, de csak sajátot tudtam beilleszteni. Meg tudnám mutatni, hogy más által készített feladatot hogyan illeszt be? Ez a kérdés. Meg tudom mutatni, de ezt ma már egyszer megmutattam, de nagyon szívesen még egyszer mutatom. Tehát Tanár Tamás vagyok, és belemegyek a GoFree menüben a feladatsor listába. És itt most a saját feladat soraimat látom, amihez most ugye szeretnénk egy harmadikat létrehozni, tehát akkor azt mondom, hogy új feladatsor létrehozása, és az fog történni, hogy ezzel a kék gombbal, jól látható kék gombbal elindítom a hozzáadást. Lehet, hogy azt zavarta itt meg a kedves. Halló, halló! Halló, Katta, most egy picit elveszítettünk téged. Igen, egy pár percre. Most el. De már itt vagy újra. Tehát akkor ott tartottunk, hogy a feladatokat összetesszük feladatsorra. Igen, tehát a feladatokat úgy tudjuk összeilleszteni feladatsorra, hogy a... mutatom még egyszer, jó? Tehát feladatsor listát szeretnénk létrehozni, belemegyünk ebbe a felületbe, azt mondom, hogy új feladatsort hozok létre, és itt elkezdem ezzel a kék gombbal kiválasztani, hogy melyik feladatokat szeretném belefűzni ebbe a feladatsorba. Itt a szűrő beállításukon múlhatott a dolog, mert... én is mindig azt csinálom, hogy lenullázom a szűrőket, mert ezek a szűrők öröklődnek, tehát a korábbi leszűrés az itt egészen megtévesztheti az embert, de visszaállítom oda, hogy minden osztály, minden tantárgy
és minden feladattípus látható legyen, és akkor tudok, hát igen, másolni feladatokat, és beletenni az új listát.